egyszerű fogalom vagy meghatározás, egy mondat, hogy az a megunk, ami a kitartó elmélyült gyakorlót végigviszi belső változás és fejlődés folyamatán. Ennyivel lehet legegyszerűbben leírni, de hogy ez az, amit talán ki kell bontani, hogy, vagy föltenni a kérdést, hogy miért van szükség erre a belső változásra, miről beszélünk, amikor erről a belső változásról van szó. Tehát mi változik velünk, és miért? Meg egyáltalán mi az a belső? Hát így meg mi az a belső? Szó szerint a testről van szó. Mert hogy ugye úgy látják az embert, nyilván visszafelé, ezt visszafelé lehet kibogozni, és akkor magyarázta meg, hogy na, tessék, akkor így működik, itt van, tehát itt a kínai gyógyászat, tessék. Azt így építsétek fel így. Jó. De mi, aki ugye alulról jövünk, azt tudjuk ebből megérteni, modell szinten érthető. És akkor az egyik ilyen szint az az, hogy a fizikai test, a chi, vagy az energiatest és a tudattest, az valamilyen kapcsolatban van egymással. És hát elég szoros kapcsolatban, hogy ez a kapcsolat, ez felismerhető. Az oké? Okay? Mert ha megváltoztatom ezt a fizikai testet, na az már értelmezhető abból a szempontból, hogy mint az elején is mondtunk, hogy miért akarod a belsődet nem változtatni? Miért akarod, hogy a belsőd fejlődjön? Mit jelent az, hogy fejlődik a belsőd? Változás nem feltétlenül jelent fejlődést. Így van. Változni akkor is változunk, hogyha nincs csikunk, hanem egyszerűen csak élünk, pusztulunk el és... Bár ez nekem egy nagy fejtörésem volt egy időben, ugye, hogy milyen szóval illetjük az adott folyamatot, mert azt mondjuk az öregedésre, hogy változás. De közben észre tudod venni egyes embereken, hogy csomó minden szempontból nem változik, jobb tárnyítson. Tehát rögzülések viszont közben mégis vannak. Na most ezt például ebbe a modellbe úgy lehet elhelyezni, és ebbe a kérdéskörbe, hogy ezek az említett csatornák, ezek be tudnak zárulni. És ez nagyon fontos fogalom a Neigongban, hogy a csatornáknak a nyitása, kettő szó, a csatornák nyitása. Ez megint nem annyira egyszerű, mint ahogyan ezt sokszor tálalják, hogy megint azt nem értem ezzel kapcsolatban, hogy ott vannak azok a régi mesterek, akik 20-30-40 évet gyakoroltak azért, hogy megnyissák a pályáikat. Ha megnézzük a buddhistákat, akkor szintén van egy ilyen gyakorlat. Egy több gyakorlat, de hát hogy ezt elvonulnak, és elvonultságukban napi 6-8 órában 10-20 évig nyitogatják a pályáikat. Tehát kell, hogy legyen ennek valami magyarázata, vagy annyira nem értenek hozzá, de hát tőlük számolik. Szóval nem értem a logikát ebben. A lényeg az, hogy a csatornák nyitását és az öregedést például egészen ügyesen egymás mellett állítani, és akkor jobban meg lehet érteni, hogy például amikor beszűkül a tudatom, vagy nagyon erős véleményrendszereim alakulnak ki, és azoktól nem tágítok, ahogy öregedek, ezek egyre szűkülnek, és egyre markánsabbak, és már csak egy szólamot tudok kiabálni kifelé a fejemből, az azt jelenti, hogy adott csatornák már nem működnek. Ezek a csatornák legtöbbször az elmének, én úgy szoktam a legalapabb modellben ezt átadni, az elmének a meghosszabbításai. Tudom, mint egy ilyen csáp, ami így fölülről beléd nő. Hogyha azt veszük, hogy fölül van az elme, vagy a tudat. Egy ilyen közvetítő közeg a csí. Mert hogy ezt is tök jó lenne megfogni, nem? Tehát, hogy van szó arról, meg most is volt a gyakorláskor, hogy a mellkas csít akkor fogd meg. Megfogható. Nem tudom, hogy volt ezzel tapasztalat, de én ezt azért mondom, mert már tudom, hogy igen, és nem azért, mert elképzeltem annól, hanem mondjuk 7-8 év vezetett oda, hogy megfogható. És akkor össze fog jönni a vese csíjével. Ja.
Csak hát az úgy idő, meg kell, hogy legyen a konkrét módszer és a hozzáilleszkedő minőség. Milyen minőség? Hát a testnek valamilyen minősége, és az elmének, a figyelemnek és az elengedésnek valami minősége. Hát ez még ugye ismerős a gyakorlatban. Tehát a Neigong, ez egy olyan, számomra egy olyan varázslatos terület, ami innentől fogva tökre megfogható, meg lekövethető, de mégis, amilyen eredményekre vezet, az számomra olyan varázslatos, meg érdekes, mert amikor arról van szó, hogy átalakítani a belsőt, akkor olyasmiről beszélünk, ami a kezdetben én se értettem. Jó, elolvastam, úgy értettem intellektuálisan, de hogy 2 év eltelt, és utána hopp, ja, hogy erről van szó, hogy élővé válik a belső, és átalakíthatóvá válik. Kezdőként az egyik legnehezebb dolog, hogy ne képzelődjek, hogy ne képzeljem el azt, hogy mert annyira könnyű lenne, hogy megfogtam, hogy leviszem. Tehát, hogy... És számodra mit jelent ez a képzelés? Ez hogy néz ki? Egyfajta vizualizáció. Az indulna be egyből? Igen, amit én nagyon tudatosan próbálok leállítani, hogy ne, hogy csak testi érzetekre figyeljek. Uh-huh. Mert azt gondolom, hogy nagyon könnyen el tudnék csúszni afelé, hogy... És itt, az itteni gyakorlásban az nekem nagyon tetszik és fontos, hogy a testből indul ki, hogy a testből építkezik, és a fizikai érzetek azok, amik elindíthatnak a tapasztalást. Igen. Igen, viszont azért azt is tudni kell, hogy ez a kezdet. Tehát, hogy ez innen majd azért el fogunk lépni, meg minden gyakorló ellép. Rétegek, mert azt kérdezted, hogy miért kell átalakítani. Hogy mi? Mi ez, hogy fizikailag alakítsuk el? Hogy mit jelent az? De mit jelent az? Aha. Az azt... Igen, és itt kezdtem el mondani a rétegeket. Igen. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 2 ilyen pólya réteg összetud, például összetud teljesen tapadni a testedben. Ezt nyilván ismerjük terápiásan is. Ezeket jó feloldani, ezeket a blokkokat, hogy ők újra szabadon mozoghassanak. Mert hogyha ő nem mozog szabadon, akkor, és nem tud elcsúszkálni például egymáson, akkor létre fognak jönni ezeken a helyeken ilyen kis összeragadások, letapadások, blokkok, és nyilván az áramlást blokkolja, nincs vagy gyér lesz az áramlás. Na most ilyen értelemben is tudod venni a test átalakítását. Azt szeretnéd, hogy a test mindenhol a lehető leghatékonyabban működjön. Ja? Addig nem tudod átalakítani a testet, amíg nem mobilizálod belülről. Ez nyilván úgy indul, hogy a nyújtásokkal indul. Ezek a fizikai nyújtások, mozgásterjedelem növelés, okay. De ahonnan a Neigong valójában elkezd dolgozni, annak semmilyen köze nincsen ezekhez az ismert sportnyújtásokhoz, ezt láthattad, megérezhetted. Ugye folyamatosan magyarázok közül, hogy mit engedjen, mit nyújts meg, hova figyelj, és amikor a figyelmed oda megy, amikor úgy elengeded, és úgy megnyújtod, de csak annyira, és a figyelmeddel úgy vagy, és nem parázol, én tudod, és jön a fájdalom arra, nem reagálsz, nincs reakció, ezek a minőségek, ha megvannak, akkor tudsz hozzáférni valójában a belsőhöz. Hozzáfértél, és onnan jön a meló. Tehát elkezded átalakítani. Ilyen értelemben, hogy például megnyújtod azt, ami soha az életben nem volt ott benne megnyújtva. Ez az, amit érzel a válnak a nyitásakor, mert olyan irányban, olyan, nem is tudom, sugár irányba nyújtunk belőle, amit sem tornaórán, sem semmilyen konditeremben, meg semmilyen erdőnél nem csináltál, hogy te meg foglalkoztál ezzel ráadásul, nem?
Te tudod, hogy azt is tudod, hogy milyen a hatékony nyújtás, de ezekhez sincs semmi köze. Ezeknek a nyújtásoknak. Ami onnan ott belülről, és nem is igazán nyújtás, hanem egy ilyen szétterjedés. Na és akkor ennek szintjeit ismeri a Neigong, olyannyira, hogy le lehet menni csontvelő szintig. De ez ugye azt mutatja meg nekünk, hogy jó, hogy mi a bébi lépésekkel indulunk, de látjuk, hogy mit jelent a testnek az átalakítás. És valamiért ez nekik nagyon fontos volt. És valamiért ebbe évtizedeket öltek, és erőfeszítést tettek bele. Mert az ok és az okozat a helyére van téve. A megfelelő okokat hozom létre, hogy kialakuljon az az okozat, ami engem vezet ezen a Neigong folyamaton. Tehát így dolgozik a Neigong. Ok és okozata. Ez, amit te is mondtad, hogy nagyon szimpatikus, azért kezd a testtel, és azért nyitja meg a testet, mert vannak, igen, vannak pályák, amit, te nem kell csinálni semmit az energiával azokon a pályákon, meg kell nyitnom a pályákat. Tök evidens. Tehát energiánk van, és mondjuk ettől például nem lesz több. És éleket látni, hogy nem ettől fog nőni az energia szint. Úristen, ez a kifejezés is. Csak képzeld el, hogy nem pazarolsz. Tehát onnan kezdődik, hogy nem pazarolsz. Mert az mekkora lépés. És akkor ugyanaz a mennyiség, az már bődületesen sok, mert rendelkezésedre áll, hogy még elmélyültebben. Tehát, hogy ez így vezet lépcsőről lépcsőre a gyakorlásban, ezért nem lehet nagyokat ugrani, mert ahhoz, hogy egy későbbi szintet megugorj, az rengeteg energia kell. Azt honnan állítod elő? Mert hogy elő kéne. Szóval ez a Neigong, és ettől nehéz az elején. Később már nem annyira nehéz. Csak más kép nehéz. Mert ez természetesen attól függ, hogy kinek mi a célja. Tehát, hogy kit lehet megszólítani personálivonggal, én már kezdem azt gondolni, hogy azokat, akik valahogy itt ragadtak még ebben a mai korszellemben, valamelyik másik korból. Tehát, és akkor egy utolsó gondot a Dantianra, mert hogy azt is említettük, hogy őt azért akarod kiépíteni, mert az egész energiarendszerednek ő egy ilyen lehorgonzója. Tehát, hogyha itt valami masszív alakul, és ide le tud jönni a légzésed, le tud jönni az elméd, érted, oda, tehát hogy az, hogy lesüljön az alsó dantianba az elme, az megint nem egy hétvége kurzusa témája, tapasztalatom szerint. Aztán persze vannak a csodabogarak, akiknek meghallja, hogy mit kell csinálni, és egyből megy persze, olyan is van, de a túlnyomó többségben azért ez sok idő. Azért van szükség az alsó dantiánnak a kiépítésére, mert utána egy csomó dolgod van bele. Mert olyan, mint egyrészt, mint egy akkumulátor, de nem tudja csípként, hogy miért. De jó hangzik. Meg intellektuálisan lehet érteni. Ja igen, akkor ott tárolódik a csíp, tök jó. Persze. De a valóságban az, hogy neked ott több energiád legyen, az már az egy kemény dió. És azt már nem lehet megúszni azzal, hogy vakerálok róla, hogy most innen szed be az energiát, meg onnan. Ez ki kell építeni. Tehát, hogy meg kell változtatni hozzá a testet. És ez az, amit az az első mondat jelent, hogy a belső változás, az átalakítás képessége, és hát belső fejlődés, mert hogy valamilyen irányba fejlődik ez a belsőd. Ma már ez nagyon evidens, ebből a szemszögből nézve, vagy ennyi munka után nézve, hogy igen, azért alakítom át azt ott, hogy ott lehessen például egy konténer, vagy lehessen később más, aztán nem csak ott, hanem máshol a test többi részén. Tehát nyilván, hogy nem áll meg ott a munka. Van még egy olyan publikus gondolat, hogy ugye van egy, vagy hát van két veséd valahol itt, és akkor
van egy olyanunk, hogy eszencia. Kínai kifejezéssel ez a qing, ez a pontos ing, qing, vagy jing, angolosítva. A ves, úgy is mondhatnánk nagyon-nagyon leegyszerűsít, hogy a vesék energiája, mondjuk, de az az életeszencia, ami mindennek az üzemanyaga, ami téged működtet. Tehát nőknél például nagyon nagy mértékben innen jön a menstruációs vérnek a képzése, az eszenciából. De hát ugyanúgy a hajunk növekedése, a körmünk, a fogak, a sejtek megújulása, a vérképzése, a különböző folyadékok a testben, a szexuális folyadékok, mind az eszenciából vannak táplálva. Most ez az eszencia, ez tud fogyni, stressz hatásra tud fogyni, munkamánia hatására tud fogyni, az élvezeteknek, az élhajhászatásnak a hatására. A lényeg az, hogy ebből élünk. De ez oké, mert hogy arra van, hogy ez vigyen minket az életben. De hogy jön a képbe a Dantian? Úgy jön a képbe a Dantian, hogy itt, hogyha összetudsz szedni csit, ez egy úgynevezett ég utáni csí lesz, egy pótolható csí, ez viszont nem pótolható csí, mondjuk úgy, az eszencia. Tehát ez véges. Nyilván ezért halunk meg, mert ez egyszer csak elfogy. Hát persze. Hát ezért nem rohangál annyi halhatatlan körülöttünk, mert hát... Most megint akkor gondolj bele. Átalakítod a testet, hogy hatékonyabban működjön, kevesebb kinget használ. Közben átalakul az elme is, hogy hatékonyabban működjön, a szív elme, mert ugye a szív elme az, de nem csak a fej, hanem érzelmek és gondolatok együtt. Ha én azt is hatékonyabban használom, a testet is hatékonyabban használom, akkor nem pazarlom annyira az eszenciát. Magyarul több lehetőségem van, ilyen értelemben gyakorolni, másik értelemben meg ebben az életben még elérni valamit. Ez most a legegyszerűbb, a legalapabb elgondolás az eszenciával kapcsolatban. És hogyha az alsó Dantian létrejön, sikerül benne megtakarítanom némi csit, az azt fogja jelenteni, hogy mondjuk stressz esetén, meg ilyen a munka esetén innen fogyasztok. Olyan, mint egy ilyen kis backup. Egy ilyen kis háttérgenerátor, vagy tényleg akkumulátor. Érted? Tehát nem közvetlenül ebből fogyasztasz, hanem akkor onnan. Két kérdésem is van. Persze. Hogy persze ez számomra mind csak elméleti, csak hogy olyan képzeljem el, hogy ugye például amikor az alsó Dantian kellőképpen olyan, ami ennek lennie kell. Tehát, hogy nevezzük, hogy erős, vagy nem tudom, hogy... Hát, hogy például, hogy van. Van, igen, hogy egyáltalán van, és akkor, hogy mondtad, hogy a stressz esetén például lehet onnan felhasználni az energiát, hogy amikor az ember például eljut erre a minőségre, vagy szintre, akkor ez egy tudatosan történő dolog, vagy egy automatikusan történő dolog. Szerintem olyan, hogy ugye attól is függ, hogy mekkora a stressznek a mértéke. Vagy már ezt már hozza ez a bizonyos teljes körülváltozás is, és akkor máshogy reagálsz. Hát meg már eleve máshogy, igen, abszolút. Igen, aha. Az is benne van, hogy máshogy is reagálsz már a stresszre. Aha. Persze. Tehát onnantól, hogy például az elméd ide le van horgonyozva naponta párszor, tehát nem csak itt vagy, meg nem csak a szívedben vagy, tehát itt fönt, ugye ezt csináljuk mi, a mai világban, ha néha ide is jutsz, az azt jelenti, hogy néha olyan nyugalomra teszel szert, ami segíti a szervezetet, hogy mondjuk újra rendeződjön. Segíti, hogy ez megnyugodjon, meg ez megnyugodjon. De hogy most ellent is mondjak magamnak, kicsit többet bonyolítsam, amint felhalmozol egy kicsit több energiát, és rászabadítod a rendszerre, azok a problémák, amik megvannak a szívben, vagy a fejben, azok fel is erősödhetnek. Hát igen, a gyökércsakrád, a gyökércsakrád nem működik jól. Mi? Nem. Ez egy teljesen más sztori. Ez egy spirituális kérdés.
ez meg fizikai, meg energetikai. Tehát, hogy ez, legalább ezekben tegyünk rendet. Államtéve és mai napig megállja a helyét az első könyv is, ami számomra azt jelenti, hogy következetes. Tehát tényleg föl tud épülni egy olyan következetes gyakorlatrendszer, amiben van hova nyúlnod, ha azt mondtad, hogy van olyan probléma történt, hogy van egy ilyen üvegplafon együtt a gyakorlásban, vagy az életben oda, hogy most nem tudom, hogy hogyan tovább. Akkor lépjünk vissza oda, hogy miért nem. Mi történt? Mi van a légzéssel? Mi van a testtel? Mi van az elmével? Hogy van az életed? Mert nyilván az kivetül, ami bent majd. Szóval ez a...